Finom szerkezeti állandó. Valaki elmagyarázná, hogy lehetne ezzel intelligenciát felmérni? Vagy meghatározni a tér egy bizonyos pontját? Hogy lehet, hogy még nem tudunk mindent erről a számról? Emberek! Ha ez most a Manhattan projekt lenne, vagy pedig az Enigma feltörése, most egészen másképp állnánk. Úgyhogy hadd világítsak rá valamire. 10 a tizenhatodikon watt energia. Gondolom, ismerik a Kardeshev skálát. Egyes, kettes és hármas típusú civilizációk. Az egyes egy globális civilizáció, ami akkora energiát ural, ami megfelel a bolygóra első összes fény energiájának. Tíz a tizenhatodikon, vagy... 17-en A kettes típusú a csillagának megfelelőt, a hármas pedig a galaxisának. Jelenleg mi a 0,7-es típusba tartozunk. Lassan belőlünk is globális civilizáció lesz. De ezt még nem értük el. Nagyjából 10 a 13-on vattot uralunk. Nos, néhány tudós kiszámolta, hogy talán mi is átlépünk az egyes típusba az elkövetkező száz év során, már ha nem írtjuk ki magunkat? Látnunk kellene bizonyítékokat az egyes, kettes és hármas típusokra az egész univerzumban, ha ezek léteznek. De mit találtunk eddig? Semmit. Eltöprengtem, hogy vagy nagyon ritkán. Vagy egyáltalán nem lehetséges eljutni az egyes típusig. De bármi, vagy bárki is tűnt fel a cvg a múltkor, hatalmas távot tett meg idáig. Olyan tudásuk van az űrutazásról, amit fel sem foghatunk. Jó eséllyel ők már felléptek az első szintre, talán a másodikra is. Rá kell jönnünk, hogyan csinálták. Tanulnunk kell tőlük. Nem tudom, hogy vannak vele, de szerintem egyedül nem fog menni.